A harangtoronyban kutatgatott, és rátalált a nagy gerendákba, egy írásra, ez pedig orvulás írás volt, a régi magyarok írása, és hogy az láthatóvá legyen széve, a bejárattal szemben lévő úgynevezett legény karzat viszintes talpú gerendájának a belső oldalára lett írva egy három részlet tagolt mutatsor. Az első harmadnak következőt olvashatjuk. Isten dicsőségére, az emberi maradóság emlékezetére fából és deszkából épült a templom, Bató István és neje Imre Eszter alapítványából és az áldozatki szívek adományából 1938-ban. Középen bibliaidézeket olvashatunk, lángba borították szent helyre, borigalázták nevető elégát, felépítik fiaid az ősi homokat, falatom ez a régi alapokra, ti is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. Az utolsó kantusban következőt olvashatjuk. A szent hely a kereszténység és magyarság áldozatával újjáépült, felszentelték Orbán Viktor miniszterelnök és Kobolt Tamás polgármester jelenlétében egyelőtt Isten jelenlétségét.